Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. július 31-én szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Arthur Fesztivál. Megújult a vadászház. Hét dolgozóját választanak a mentőállomáson. Jótékonysági horgászverseny. Jövő héten veszik kezdetét Mezőtúron az Arthur Fesztivál, és a hetet a Túri Vásár zárja majd. A rendezvény sorozatnak már nagy hagyománya van városunkban, és évről évre változatos, de mégis Mezőtúrhoz is kötődő programokkal készülnek a szervezők a lakosságnak. Idén sem lesz ez másképp. A részletekről Bordás László, a Mezőtúri Közművelődési és Sportközösség Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott stábunknak. Hamarosan kezdetét veszi az Arthur Fesztivál és a Túri Vásár itt Mezőtúron. Az idei évről, az idei év programjairól miket tudhatnak a tévénézők? A kollégáimmal nagy izgalommal várjuk már a jövő hetet, hiszen igaz, hogy még most költöznek el az Ízfest elemei a fesztiváltérről, de nem sokára újra be fog népesülni a fesztiváltér, hiszen az Arthur Fesztivál és a Túri Vásár fogja majd elfoglalni a Szolnoki úton a víztorony alatti területet. Tehát ahogy már mondtam is, nagy elánnal készülődünk mi is, nagyon izgatottak is vagyunk, hogy így mondjam, hiszen itt azért nem csak a közösségi ház munkatársai, hanem a KFT is, hogy így mondjam, vizsgázik, hiszen egy több mint fél éves előkészítő munkának az eredményét fogjuk majd bele sűríteni tulajdonképpen egy hétbe, hogy így mondjam, és hát nem csak az, hogy egy hétbe sűrítjük bele, vagy megközelítőleg egy hétbe, hanem itt azért több helyszínen kell összehangolni, összekoordinálni a kollégáknak a mozgását, a hangfénytechnikának a adott eszközelemeknek, például a helyszínekre történő szállítását úgy, hogy egyik helyszínen egyik program se szenvedjen csorbát, és ez azért ez is egy összefogott, összehangolt munkát igényel. És akkor még nem is beszéltem a Túri Vásárról, ahol pedig szintén a munkatársaim már rajzolják a térképet, amely alapján majd azok az árusok, akik előre megváltották a helyüket, azaz befizették a helybérleti díjat, az ő helyüket térképezik fel, úgy, mint minden évben, úgyhogy majd a Szolnoki úton majd ne lepődjön meg senki, hogyha látja a kollégáimat kalapáccsal, sprével, illetve táblákkal felfegyverkezve, hogy így mondjam, hiszen jövő héten már szintén a helyek kijelölése is meg fog történni. Úgyhogy ezeket már nagyon vártuk, nagyon várjuk, de azt mondom, hogy egy profi csapattal dolgozok, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy nyilván azért kell, hogy legyen drukk az emberbe, és szerintem az a természetes, hogyha azért kicsit idegesek is vagyunk, de én bízom minden munkatársamban, hiszen már egyrészt senki nem elsőbálos, másrészt meg olyan összeszokott csapatról van szó, akik azért az elmúlt években is együtt dolgoztak, vagy ha van friss munkaerő, akkor azokat pedig a régiek, hogy így mondjam, a legjobb tudásuk szerint igyekeznek be tanítani, hogy az újak is elláthassák a feladataikat. És ahogy mondtam is, kezdődik a fesztivál keddi napon a közösségi házban dr. Rényi Albertné amatőrfestő kiállításával fogunk kezdeni. Hát őről annyit érdemes tudni, hogy hát már igaz, hogy jó néhány éve elköltözött Mezőtúrról, de egyébként a Szabadságtéren lakott a férjével, aki a főiskolán volt tanár, illetve kettő fia van neki, Albert és Péter, őket esetleg ismerhetik azok, akik az ő korosztályukba tartoznak. Hát én ismerem mind a kettőjüket, tehát azért mondom, hogy nem ismeretlen szeméről lesz szó, és hát ő az Erény Albertné, ő pedig a Rákóczi úti általános iskolában volt sok éven át pedagógus. Tehát igyekszünk ilyenkor, mindig amikor kiállítás van, ahogy ezt már korábban is az elmúlt években tettük, olyan mezőtúrit vagy mezőtúrhoz erős szálakkal kötődő szemét bemutatni,
akit ugyan a városba ismerhetnek, de nem biztos, hogy ismerik az alkotó vénáját, hogy így mondjam. Vagy akár nem ismerik a kiállításokon keresztül, hogyha csak néhány nevet mondjak, például Kara Milán, aki fotókiállítást mutatott be, vagy Virág László, aki szintén festőként mutatkozott be, de akár mondhatnám a Tanárházas párt Kis Andreát és Nagy Ferencet, akik szintén, ők pedig több mindennel is bemutatkoztak, fotókkal, festményekkel. Tehát azt gondolom, hogy Artúr Fesztivál, mezőtúron vagyunk, akkor mutassunk be mezőtúriakat, és legyen ez a nyitó rendezvénye a programnak. Hát ezek után több helyszínen is kerülnek majd programok megrendezésre az elkövetkező napokban. Én itt most mindenkit nem sorolnék fel, hiszen Fazekas Múzeumban, Közösségi Házban, Városi Galériában, Kézműves Házban is kerülnek majd megrendezésre programok, illetve Katolikus Templomban is például. Annyit szeretnék kiemelni és külön megköszönni azon mezőtúri fellépő csoportoknak, zenekaroknak, mint például a Vivace Kamarakórus vagy a Dalvarázs Együttes, akik, hát hogy így mondjam, időt, energiát nem kímélve is feláldozva készültek arra, hogy az Artúr Fesztiválon ebben az évben is bemutatkozhassanak. Tehát rajtuk kívül lesznek más fellépők is, olyanok, akik országos ismertséggel is bírnak, például az Ismerős Arcok, a Qualitons zenekar, vagy például szombaton az Emelet zenekar, de a hétköznapokból is mozsolázhatnánk néhányat. Itt egy kis segítséget azért előveszek. A program füzetünk megjelent, a város különböző pontjain elérhető, és amint a feltöltési pontokon fogy a programfüzet, akkor azt rögtön újra fogjuk tölteni. Tehát akkor itt most néhány segítséget vennék, hiszen annyira sok program lesz, és olyan széles körű a repertoár, hogy mindenkit nem tudnék megjegyezni, de például ilyen Kodály Spicy Jazz zenekar lép majd fel, Acoustic Planet, őket ugye láthattuk az egyik kereskedelmi tévécsatornán, és ugye ott is van mezőtúri kötődés, mezőtúri szál, Mintapinty zenekar, például Rozsdamaró zenekar, tehát vagy a Népi Játszóház, a Kender Kócz nevű Népi Játszóház, tehát azért kicsiknek, nagyoknak is szeretnénk program lehetőséget kínálni, amelyet legnagyobb örömünkre azért ők is szoktak használni. És akkor itt még néhányat felsorolnék, Janzakata például a Városi Oktatási Centrumban lép fel, és akkor már a fesztiváltér is a pénteki naptól szintén műbe lesz. Ahogy mondtam, Ismerős Arcok koncert, vagy a Vivace Kamarakórus, akit már szintén mondtam, és akkor Palmetta, Gipó Cirkusz, Emelet zenekar, és akkor tulajdonképpen elértünk a szombat estéhez, amikor már másnap a túrivásár veszi kezdetét. Papné Juhász Emília, a mezőtúri intézményellátó és ingatlankezelő közszasznú non-profit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott stábunknak a vadászház teljes körű felújításáról. A munkálatok zajlanak még ugyan, de már az utolsó simításokat végzik a munkások, és hamarosan megnyílik az épület a lakosság számára is. A vadászház épületében is zajlanak a felújítási munkálatok. Hol tartanak ezek jelenleg? Mit lehet tudni a részletekről? A vadászház felújításáról, ha beszélünk, két részre tudnám bontatni. Az egyik a emeleti szobáknak a felújítása, amit az intézményellátó Kft. Vállalt, illetve a földszintnek a felújítása, ami egy pályázat keretében folyik. Az emeleti szobákat mi nagyon szépen felújítottuk, a fürdőszobákat kicsempésztünk, zuhanyzófülkéket, új kádakat tettünk be, ágyneműket vásároltunk, ágyakat vásároltunk, úgyhogy azzal a munkálattal végeztünk is. Az alsó szint az pályázat keretén belül folyik, a szabad kapacitásunk terhére abban is vállalunk munkálatokat. Ott egy kávézó kialakítása és egy multifunkcionális teremnek a kialakítása folyik. Én úgy gondolom, hogy az utolsó munkafázisban vagyunk, nagyon szépen a burkolási munkák készen vannak, falburkolás készen van, teljesen az utolsó munkálatok vannak. Egy nagy feladat van még a
udvar területén az aszfaltnak a helyreállítása, egy új aszfaltréteget kap, játszóterek épülnek, arra is az eszközöket várjuk, illetve a mi KFT-nk feladata lesz a zöld növénnyel való ellátása, mind a egész zöldváros projektbe, de különösen a vadászházba. Arra pedig várjuk az őszi időt, mert most hiába ültetgetnénk olyan zöld növényeket, most azért a nyári időszakban nehezebb. A földet ki kell cserélnünk, gyepesítenünk kell, és majd valamilyen szép növényekkel teleültetjük. Én úgy gondolom, hogy tartani fogják az ütemet a vállalkozók, hamarosan megnyílik a közönség előtt is ez a nagyon szép épület. Berényi Norbert, a Mezőtúri Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa az elmúlt hetekben Hegedűs Lajos bajtársat választotta a hét dolgozójává. A cím nagy ismerést jelent Lajos számára, ami motivációt és kitartást is jelent. Pályafutásáról és a címről a napokban kérdeztük őt. A hetekben választották meg a Mezőtúri Mentőszolgálat bajtársát, Hegedűs Lajost a hét dolgozójának. Kérlek, mesélj a pályafutásodról. 2006-ban kezdtem dolgozni a Mezőtúr Városi Kórház és Rendelőintézet műtőjében. Műtősegédként dolgoztam, illetve az orvosi ügyeleten gépkocsivezetőként. Ez idő alatt nyertem belátást a mentők munkájába, és 2012-ben úgy döntöttem, hogy én is ezt a hivatást fogom választani. 2012-ben felvételt nyertem az Országos Mentőszolgálathoz. Ápolói végzettségemet Szolnokon végeztem, illetve Jászberényben szakápolói vizsgát tettem. Szakápolói képzésem után itt több kompetenciát megszerezve dolgoztam a Mezőtúri Mentőállomáson. 2016-ban a városvezetés, illetve a mi vezetésünk úgy döntött, hogy a megye leggyorsabb magaszintű egységét, a mentőorvosi kocsit Mezőtúra helyezik, azóta azon teljesítem a szolgálatomat mentőtechnikusként. Mit jelent számodra ez a hét dolgozója cím? A hét dolgozója cím. Először is köszönöm Berényi Norbert regionális kommunikációs munkatársnak a megkeresést, illetve felterjesztést, és Kardos József vezető mentőtisztnek a támogatását. Hát nagy örömmel tölt el, hogy ilyen sokan pozitív visszajelzést kaptam. Számomra igen, ez megtiszteltetés, több, nagyobb lendületet ad a munkám során, illetve a hét dolgozója cím célja, hogy a több mint 7500 kiváló bajtás közül minden héten bemutatásra kerüljön egy-egy példamutató személyiséggel rendelkező bajtásom. Így közelebb kerülünk egy kicsit a lakossághoz, megismerik a munkásságunkat, munkánkat. Munkádnak mi a legfőbb célja? A legfőbb célom az, hogy tovább tanuljak, szakmailag fejlesszem magam, és a lehető legjobb tudásom szerint lássam el a betegeket. Hagyományként került megrendezésre a horgászverseny a Mezőtúri Horgász Egyesület szervezésében, amellyel a Kisvirág gyermektábor támogatják a horgászok. A verseny Ecsekfalván került megrendezésre, a részletekről Veres Imre szervező nyilatkozott stábunknak. A közelmúltban rendezték meg a Kisvirág jótékonysági horgászversenyt, erről miket tudhatnak a tévénézők? Hát ez már most hagyományos horgászverseny. Ez a horgászversennyel ugye a Kisvirág gyerektábor támogatjuk. Kaptunk ugye különféle támogatásokat, ebből a gyerekek ugye tudnak elmenni egy kicsit horgászni, tudnak elmenni kirándulni, különböző dolgokat kaptunk. Szerencsére nagyon jó sikerült. Ugye itt nem csak az a lényege, hogy a horgászok horgásszanak, hanem egy kicsit jótékonykodjanak a gyerektábornak. Viszont a horgászat is fontos. Úgyhogy egy olyan vízen vagyunk itt minden évben, ahol ugye horgászat nincs egész évben, ez a halas tavaknak a kakatcsatorna olyan szakasza, a halas tavaknak a feltörtő csatornája, ahol ugye nincs horgászat. Erre a egy versenyre kaptunk engedélyt horgászni, még úgy van, hogy a verseny előtt vágják le a füvet, úgyhogy addig nincsenek is helyek kivágva ezen a vízen, úgyhogy szerencsére levágták nekünk a füvet, mint tavaly is, meg tavaly előtt, meg az előtt is, úgyhogy egy nagyon jó versenyen vettünk részt. Ugye itt ezen a versenyen
egy botos horgászat van, egy bot, egy horog, itt lehet féderrel is, vagy akármilyen más úszóssal horgászni. Hát ugye ebből a kettővel horgáztak a horgászok, fédereztek és úszóztak. Itt ez a ugye keskeny csatorna, itt nem is lehet esetleg bojlizni, vagy valami teljesen fölösleges. Úgyhogy elég sok halat fogtak, mondjuk volt, aki nem fogott, de hát ez minden versenyen van így, hogy nem egyformák a helyek, nem egyformá a haljárás. És esetleg el tudom mondani azt, hogy mik az eredmények. Ugye Ecsekfalván voltunk a Kakat csatornán, és az első helyezett Fekete Rekényi Péter lett 11 kg 43 dekával. Ez körülbelül ennyit fogunk minden évben az első helyezett, ilyen 10 kg körül. A második helyezett lett Csikós Attila 10 kg 28-al, harmadik helyezett lett Krecskó László 5,24-jel, negyedik helyezett Kádár Zoltán 5,2 dekával, ötödik helyezett lett Kovács Ferenc Frici 3,33-mal, és elmondom még a hatodik helyezettet is, mert a felnőttek közé ugye befurakodott Malavolti Marcel 2 kg 78 dekával, ő lett a hatodik. Hát ugye három gyerekhorgász volt a versenyen, és fogtak a gyerekek is halat, egy gyerek nem fogott halat, neki nem annyira volt jó a helye, ugye sokat kellett macerálni, ugye mivel nem horgász, kimondottan horgászvizen voltunk, a hely kialakításnál is már ugye nagy volt a csapkodás, egy száraz fogaljat kellett letörni, nem bír bedobni, egy kis körös akácot is le kellett vágni, úgyhogy ő nem fogott, de sikeresen végigült a verseny. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, mindenkinek, aki támogatta a versenyt. Egy nagyon jó verseny volt. Ugye a Pinki horgász volt erre a versenyre, mindig főz valamit a versenyzőknek, ez most is így volt. Halászlé készült, ezt most én főztem. Azt mondták, hogy finom volt. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok. A viszontlátásra!